A hatodrendű vádlottat hallgatták meg ma a Kecskeméti törvényszéken a Humán Operátor Zrt-hez kapcsolódó bűnszervezet perében. A férfi bár vallomást tett, kérdésekre nem akart válaszolni. Ceglédi Csaba és társai ellen költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt emeltek vádat. Az M1 híradójában elhangzott a törvényszék, a március elején kezdődött perben eddig az ügy több vádlottját hallgatta meg, csütörtökre idézték be az első rendű vádlottat, Ceglédi Csabát. Azt is elmondták a híradóban, hogy a törvényszéken felkészültek arra is, hogy akár több napig is eltarthat, míg Ceglédi Csaba vallomást tesz. A köztévében arról is beszéltek, hogy a vádiratban az szerepel, hogy Gyurcsány Ferenc jobbkeze ügyvédje adhatott ki minden utasítást a Humán Operátor ZRT körül kibontakozó bűnügyben. A vád szerint Ceglédi Csaba és üzlettársai módszeresen és éveken keresztül trükköztek a közteher amivel így összesen 6,3 milliárd forintot meghaladó összegű adót csaltak el. Ceglédi Csabának az 1990-es években fiktív számlák felhasználása miatt kellett felelnie, 2003-ban pedig már a Veszprém megyei bírósági jogerős ítéletében egy év és négy hónap Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte több adócsalás és okirat hamisítás miatt.